Sziasztok! A GSM Online e-health videóját látjátok. Ezen a héten a Sony Ericsson Xperia Neo készüléket teszteltük, ami tudását tekintve a Sony Ericsson Xperia Arc-ra hasonlít, azonban dizájnját és formáját, méreteit tekintve pedig a Sony Ericsson Vivaz-ra hajaz. Maga a mobiltelefon olcsóbb, mint a Sony Ericsson Xperia Arc, azonban hardveresen és szoftveresen is hasonló a tudása, sőt, vannak bizonyos pontjai mobiltelefonnak, ahol sokkal meggyőzőbb, mint maga a Sony Ericsson Xperia Arc, ami ugye a csúcskategóriás mobiltelefon a Sony Ericsson kínálatában. Ezen is Android rendszer fut, ez egy androidos okostelefon, ugyanúgy a 2.3-as Android rendszerrel operál, ugyanúgy megtalálható rajta a Sony Ericssonnak a Timescape felülete, most már a kevésbé túltelített rendszer, ami biztosítja majd azt, hogy a mobiltelefon lehetőleg legfrissebb androidos szoftvert futtassa. A Sony Ericsson Xperia Neo a már megszokott színösszeállítású Sony Ericssonos dobozban érkezett hozzánk. Megnyomjuk az oldalán a gombot, kicsúszik maga a doboz, aminek az első füle tartalmazza a leírásokat, a garanciapapírt, és itt egyből alatta találjuk ebben a Green Heart bugyiban magát a mobilkészüléket. Az ez alatti karton elválasztó elemben pedig találjuk magát a travel charger-t, egy jó minőségű, azokban érdekesen szóló Sony Ericsson nagybadugós headsetet, valamint az adatkábelt. Mikor először kézbe vesszük a Sony Ericsson Xperia Neo-t, szembe jött le, hogy ezt a dizájnt már láttuk valahol. Igen, a Sony Ericsson Vivaz-ra hasonlít, főleg az oldalsó ívek, illetve ez a gömbölyded csónak forma. Ugyanúgy billeg, ha az asztalra tesszük, ugyanúgy jól beleillik az ember tenyerébe. Magán a készüléken elől egy 3,7 incses kijelzőt találunk, alatta ugye a felcserélt sorrendű Android gombok, amikből már lehetne végre egy rendszer, hogy ki hova rakja a gombokat, mert ez így megszokást igényel. A kijelző fölött pedig a videóhívás kamerája, fényérzékelő szenzorokkal és a hangszóró. Ha elfordítom a készüléket, akkor a Sony Ericsson Vivaz-hoz hasonlóan itt is egy ovális elemben található a kijelző lezáró és billentyű lezáró billentyűnk, amivel a készüléket ki is kapcsolhatjuk. Érdekes helyre került, általában a mobiltelefon tetején szokták elhelyezni a gyártók, azonban így is könnyedén ki, illetve bekapcsolhatjuk mobiltelefonunkat. Ez alatt a gomb alatt találjuk a hangerőszabályzó billentyűket, ugyanúgy ebbe a műanyag fémes hatású sávban, ugyanazt a fémes hatást kapta ez is. A csík legalján találjuk a kamera exponáló billentyűt, ez egy kis vájatot kapott, pont beleillik az ember mutató ujja, ezzel tudunk belépni a kamerába, illetve ezzel tudunk felvételeket készíteni. A mobiltelefon hátulja ugyanúgy színátmenetes, mint a Sony Ericsson Xperia Arc esetében, itt is kékből megy át feketébe. Itt a hátlapon csak a 8,1 megapixeles kamera, HD felirat, Xperia felirat, itt a LED villanó található, mindemellett itt van még a kamerához tartozó mikrofonunk is. A másik oldal található fémes sáv teljesen üres, itt semmi nincsen, csupán az ujjlenyomatokat gyűjti. A mobiltelefon tetején találjuk a jack ajzatot, a HDMI ajzatot, kis műanyag fül alatt, valamint az USB ajzatot is kis műanyag fül alatt. Maga a mobiltelefon, tehát a Sony Ericsson Xperia Neo sokkal meggyőzőbb anyagokból készült, mint a Sony Ericsson Xperia Arc. Ennek a hátlapja már egy kicsit vastagabb műanyag, nem recseg, ropog annyira, nem akar szétesni. Azonban van egy nagy hátrány ennek a szépen lakkozott festésnek, hogy nagyon nehéz tisztán tartani, nagyon szereti gyűjteni az új lenyomatokat. Maga a rendszer már ismerős, hiszen egy 2.3-as Android rendszerről beszélünk, ezen fut a Sony Ericssonnak a Timescape felülete, amin elhelyezhetjük a Sony Ericsson saját widgetjeit, illetve a gyári Android widgetekkel is gazdálkodhatunk. Ez a kezdő képernyő, ez ilyen pillanatban 5 oldalas, ez alatt a képernyő sáv alatt találjuk a gyors elérést, amit kedvünk szerint módosíthatunk, hiszen ezen az ikonokat odapakoljuk, ahova éppen szeretnénk. A gyors elérés gombjai között pedig megtaláljuk a menübe ugró billentyűt. Maga a menü már a Sony Ericsson Xperia X8 esetén megszokott, oldalra lapozós stílusú menü, nem a főleg görgetős, ami egy nagy hiba, nekem speciál az jobban tetszik, és sokan vannak így vele, hiszen egy ekkora képernyőn, ugyanis a telefonnak relatíve nagy a kijelzője, már nyugodtan lehetne főleg görgetni, bár az ikonok így is kicsik rajta, azonban félre nyomni nem tudunk. Itt egyből a menüben találjuk a Timescape-et, ami a Sony Ericssonnak a média egybe fűző alkalmazása. Itt lehetőségünk van levelekre,
Facebook accountra, SMS-ekre, telefonos eseményekre, tehát hívásnaplóra, Twitterre, meg annyi dologra, tehát belefűzhetjük az összes kommunikációs zajunkat, amit felfoghatunk ezzel, így egy helyen tudunk kezelni mindenféle ilyen alkalmazást. A másik Sony Ericssonos érdekesség, erről már beszéltünk az Xperia Arc kapcsán is, a Liveware kezelő, ez különböző tartozékokhoz társíthat nekünk programokat. Amikor beállítunk egy alkalmazást és rádugjuk az adott kábelt, akkor ezekbe az alkalmazásokba lép be, tulajdonképpen headsetnél, zenelejátszóba, töltőnél, bármiben be akarjuk, szabadon válogathatunk az alkalmazások között. A mobiltelefonban található még egyéb Sony Ericssonos alkalmazás is, például a zeneszám felismerő Track ID, vagy éppen a média kereső szolgáltatás. Ez arra jó, hogyha belelépek, akkor az összes Facebookra kiposztolt YouTube videót listázza, lehetőségünk van itt is kommentelni, lájkolni, megtekinthetjük a saját videóinkat, a legfrissebb videókat, illetve a top videókat, ezekhez érkezett a legtöbb komment, illetve ezt nézték meg a legtöbben. Megtalálhatjuk még előre telepítve a Play Now Store-t is, ahonnan Sony Ericssonos alkalmazásokat tölthetünk le, mindemellett zenéknek és egyéb médiatartalmaknak letöltésére is van lehetőség. Maga a galéria, a már megszokott Sony Ericssonos, illetve Androidos galéria, itt megtalálhatók a saját fotóink, amiket a készülékkel csináltunk, illetve tallózhatunk a Facebookos albumaink között is. A kamerába belépve meg annyi lehetőségünk van, mint felbontásilag, mint érzékenységileg, mint zárhang, földrajzi címke, egyéb kis érdekességek, és lehetőségünk van az előlapi kamerával is fényképezni, a kameraváltás billentyűvel tudunk az előlapi kamerával fotózni. A zenelejátszó már a Xperia Arc-ból megismert dalab, lehetőségünk van a zeneszámot lájkolni, így a Facebook üzenőfalunkra feltölti a szám címét és előadóját, így mindenki tudhatja, hogy éppen mit hallgatunk. Továbbá itt található még az Infinite gomb, ami YouTube-ról tallózza be jelen pillanatban az összes a zeneszámhoz kapcsolódó videóklipet, illetve videót, azonban lehetőség van ezt a szolgáltatás arzenát zeneszövegre, illetve biográfiára is bővíteni. Maga a Sony Ericsson Xperia Neo rendkívül kompakt és kézbeillő mobiltelefon, ez köszönhető ennek az érdekes csónakszerű kialakításnak is. Szoftveresen meggyőző, hardveresen is meggyőző, ez már nem recseg-ropog, mint az Xperia Arc, úgyhogy hiába helyezkedik el lejjebb tulajdonképpen az árlistában, illetve hiába csak közel azonos a tudása, mégis egy nagyon meggyőző vétel lehet azoknak, akik most szeretnének Sony Ericssont venni, lehetőleg Androidosat, azoknak az Xperia Neo-t ajánljuk. Részletes írásos tesztünket a Sony Ericsson Xperia Neo-ról a www.gsm-online.hu oldalon olvashatjátok, várunk titeket következő tesztünkre is. A tesztkészüléket a Sony Ericsson Magyarország biztosította számunkra, ezúton is köszönjük nekik!